Igen. Hát az egyik videóban volt egy laprugó felújítás. A laprugó felújítás ennek az utánfutójába ment bele, mint látjátok. Itt van egy kutya, akit itt hemperek. És itt van egy utánfutó, új rendszámmal rendbe téve. Ezt hány évre csináltad? Örökre. Örökre van megcsinálva. Tehát én azt mondom, hogy ha valaki egy utánfutót normálisan nem tud megcsinálni, akkor az többre se képes. Tehát nem kell még nagyon kezdeni, elég egy kicsivel. Most épp itt vagyunk benne a műhelyben. Itt van egy Kolza restaurálás. Hát ez oda volt rendesen. Tehát ez itt eleje meg a hátja szét volt rohadva. Én azt mondom, hogy mindenki merjen belefogni, megcsinálni, lakatolni, csinálni az autóját. Ő se tanulta, mégis meg tudja csinálni. Szerintem erre ti is képesek vagytok, én úgy érzem. A festésben, a végében egy kicsit úgy besegítek, kicsit megfújom, és akkor már rakja is összefelé. És szép autó, használható autó lesz ebből a dologból. Úgyhogy mostani világban kevés a szakember, hát hogyha nincs szakember, akkor önmagatoknak legyetek annyira igényesek, hogy próbáljátok megcsinálni magatoknak is az autót. Lényeg, itt vagyunk egy sufni műhelyben. Amit említettem nektek, soknak az a problémájuk, hogy elértek ezek az autók is arra, hogy küszöbcsere, javítás kell, ez kell, az kell, festés kell. Most az előzményben képeket fogunk majd kérni. Hogy hívják a párodat? Ilona. Icától. Kapunk majd képeket, a teljesség igénye legyen. Most egy békozzát láttuk itt a háttérbe. Annyit kell erről a dologról tudni, hogy eleje szét volt rohadva. Van ott egy dolog, egy másik, amiből ki lett vagdalva az épelemek. És a hátulja, hogy már nem lehetett kapni sok minden, azt is a Zoli barátunk újra építette. Hátfalatot venni kell bele utána újat, és javítóévet kapott, felépítette, előkészítette, most pedig a fújás következik. Mint említettem, elértünk arra, hogy nem tudunk magunknak új villanyos autót venni, meg sok száz pénzért járművet venni, meg kell tanulni magunknak kendácsolni. Ezzel a dologgal azt szeretném nektek megemlíteni, hogy merjetek belefogni, merjétek megcsinálni, hanem akkor kérjetek egy hozzáértetős segítséget, sokkal engemet is felhívnak, én is sokaknak belédek egy kis erőt, adok át egy kis lendületet, meg tudjuk csinálni. Ő is úgy csinált ebből a dologban, és most elérkezünk a dolognak egyik fázisának, majdnem a végéhez, a fényezéshez. Ebből a dologban egy kicsit belemerítenek titeket, kezdjük a fényezéssel. Itt van egy banán, ezt majd később megeszem. Itt egy részjavításról beszélünk. Itt a hátsó elemes hátulja, itt az alja, ez teljesen szép volt rohadva. Kapott egy új javítóelemet, is ki lett heggesztve. Ebben az autó már régebben tetején volt már festve? Hát, szerintem az nem. Tetején nem volt festve, részben volt már festegetve. Most ezt a dolgot úgy fogjuk csinálni, hogy ezt az elemet fújjuk a küszöbnél, és fent itt összefújjuk. Az összefújás az úgy megy, hogy értve előkészítés, hogy először a szilikonmentesítő, hol a picsába van? Behoztam? Itt van. Mi ezt a, tehát mi a, ez most legyen egy kis pipa reklám, ez egy szilikonmentesítő folyadék, amit egy száraz rongyal átkörünk. De előtte ki kell pulykálni a résektől, és akkor le kell zsítranítani. A zsítranítás után, akkor a mézes punci. Igen. A zsítranítás után, a fújás előtt úgynevezett mézes puncit használunk. Más néven ez a mély viaszos kendő, amivel a port, a szemcséket le tudjuk fújni. Itt az akril festésnél ezt csak egyszer tudjuk használni. A metál festést, hogyha fújtok, akkor meg kell fújni
egy sor alapmetállal, úgy nevezett, hogy bézzel, és akkor hagyni kell megszáradni, körülbelül egy olyan 20 percet hagyjuk, és utána még egyszer át tudjátok törölni, mert a béz fújásnál, a metál fújásnál ilyen rászálló pigmentek vannak, amik nem kötnek rá. Azokat le kell húzni róla, ebből tudjuk lehúzni. Hát a metált, hogyha fújjuk a bézt, a három sort érdemes ráfújni, utána az utolsó sort kicsit ejtőködüléssel kell összefújni, ráengedni. Lehet, most nem menjünk abba bele, hogy másik elemeket ráfújjunk, mert az már komplikáltabb. A házi fújásnál ebben most nem kell belemenni. Fújjunk le inkább egy elemet, abban próbáljuk. Amikor megvan, át van törölve, akkor kezdődik a sor. A festék 2-1-es keverésű akril festék, amit ráfújunk késsorral, és majd meg fogom nektek mutatni, hogy hogy menjünk rá az utolsó sornál. Az utolsó sornál pedig itt lesz összefújva, bent, meg lent. És akkor mindig megfújom először itt, mindig egy picit arrébb megyek, és az utolsó sor, amikor megvan, egy másik pisztolyból fújunk rá ezt a elfújó oldatot, amivel a keskeny részeknél egy kicsit a rászálló festék szemcséket egy picit úgy olyan tehát összemosó folyadék is, tehát is mondjuk, kicsit ugyan rá kell ejteni ebből egy nagyon keveset, és akkor az úgy szárad meg, és amikor megszárad, adni kell neki ebben az időben, szerintem vagy 2-3 napot, és utána az egészet már akkor meg lehet finoman polírozni. Akkor nem sokkal készülünk a műtétre, hamarosan jövünk. Felveszem a szemüveget, hogy jobban lássalak titeket, nem biztos, hogy jobban látok én. Keverő edény, tehát ha kevesebbet kevertek, tehát a keverő edényen vannak különböző osztási segédletek, ha pedig kevesebbet kutyúztok, akkor itt is van arányában. Ez akril és 2-1-es kutyulási arányban van. Gyerek, jó vannak? Jó. Az asszony is jó van? Reméljük. És a barátnőt? Ő is. Mindig alaj vagyok. Köztünk marad. Jó. Nem vagyunk senkinek se. Valami kellett volna keverni. Igen. Hány éves autó ez egyébként már? 27. Hát igen, 27 év után már elérik mindenki. Jó, elragasztották. Itt van 1,3, meg mennyi a fele? 1,13-nak mennyi a fele? 6,5. 6,5, aha. Akkor 13 még 6,5, a 19,5. Akkor a kettőig kell felbocsolni. Van higító is hozzá egyébként. A higítóját azért érdemes használni legalább ilyenkor, mert tehát, az a ajánlott hozzá, az a legjobb hozzá. Ha nincs, akkor hát valamikor litrót használunk. Ezt nem kell reklámozni, de abban is megoldható a dolog. Nyilván drágább, de hát kell hozzá. Egyébként úgy szoktam csinálni, hogy az utolsó sorban egy picit úgy hég, ahol a fújom, tükrösebbre fújom a festéket. Igen, köszön. Szépen bekucsoljuk. Hát, amire elég lesz ez. Kucsolgatod addig? Addig én akkor áttörlöm.
ha... Igen? Ide? Vegyük, ne vegyük. Nyugodtan. Hogy? Jó? Felveszed és akkor előveszem a gépranyagot. A lágyodnak a ruhája? Ott van fent a kocsi tetején. Igen, megvan. Hát ez, tehát a zsétranításkor nem érdemes használni se nitrót, se lakbenzint. Ez a legjobb egyébként, mert előszokott fordulni az, hogy ilyen szilikon pöttyök képződnek a felületen. Azért, mert nem megfelelő a rongy, vagy nem megfelelő a levegőbe ez a szálló valamik, de mindenféleképpen ezt érdemes használni. Az első festésem egyébként, ha már így jut eszembe, egy Dacia-t festettem, Neolux-szal. Azt úgy csináltuk annak idején, amikor fújtuk, akkor a Neolux-ot egy kicsit rezsón felmelegítettük, akkor még házilag keveltük ki a színeket, és azzal fújtuk. Tehát az volt a művészet, amikor még a festékkeverő rendszerek még addig voltak, és akkor Neolux-szal keveltük össze a kívánt szint, hát azt neveztük igazi életnek, nem amikor keverékbólba bementünk. És a Dacia-t úgy fújtam meg, hogy a négy ajtó az megrogyott, azt újra fújtam, de hajnalig csináltam, viszont az eredménye az hozott mindig munkát utána, olyan szép lett. És a Dacia-s azok voltak azok a korszakok, amikor a Dacia-k mentek vissza Romániába, akkor a Volgák, az Aporozetsek, Zsigulik, Moszkvicsok mentek vissza Ukrajnába, még Oroszországba, és hát nagyon sokat megcsináltuk, amik visszamentek. Így, másik oldalt is. Szépen áttöröljük. Jó, akkor a pisztoly, egy 1/3-as fúvókával fújjuk meg, hogy miért ebben, mert ilyen van, és az elfújó folyadék az mennyi a fúvókája? 0,8-as. 0,8-asra fogjuk elfújni a üzével. A pisztoly készlet, hát nem mondhatni, ismert márka, mert már ezekből van mindenféle. Mi egy zsírúj készlettel állunk neki. Megvette magának, de én fogom felavatni, úgyhogy tehát ez belefér ebbe a dologba. Úgyhogy 1/3-as felsőtartályos fúvókával fogjuk itt ezt megveretni. Ha beválik, akkor merem nektek ajánlani ezt. Mennyi volt ez a készlet? 28 000. Három pisztoly van benne, mert van még egy hanyas, még egy... Egy hetes. Tehát a 0,8-assal érdemes kicsavításokat, metált belefújni, már megmutattam, hogy milyen a fújási kép egy kis sígítóval. Az 1,2-es, 1,3-as, 1,3-assal mindenféleképpen a akrilt, a púrt, poliuretánt jó fújni, illetve lakkot jó fújni. A felső tartályos az valamivel gazdaságosabb, mint az alsó tartályos. Az alsó tartályos az olyan, annak is megvan az elénye, főleg az, amikor ugye fölülről kell fújni, valamit beforgatni, akkor annak is van előnye. Én a felső tartályos jobban kedvelem, mert könnyebb tisztítani, könnyebb takarítani. Levegő van? Van. A levegő mennyiségnek a biztosítására két kis ketyere van, ami ebben fogunk majd fújni. Van hozzá egy tömlő. A tömlő az azért ilyen, mert ilyenhez jutottunk hozzá. Olcsón
Viszont, amit érdemes nektek megmutatni, van itt egy vízleválasztó, amivel le tudják választani mindig a vizet. A házi kompresszorokhoz mindenféleképpen ajánlott egy ilyen, nem nagy pénzért lehet kapni, és ezzel a festésnek, a fényezésnek az eredménye sikeresebbé válik. Ezt mindenféleképpen merem mindenkinek ajánlani. A tömlőnek a keresztmetszete szerintem elég egy légkulcshoz is, és ez teljesen jó. Nyomást bírja, kitartás. Nem most a festéket szűrni, hát festékszűrőnk nincsen, de jobb hozzá harisnya. De most harisnya sincs, most, hát, most nem kell magunkat, nekünket igénytelennek mondani, de új festéket, új pisztolyba szerintem belefér, hogy ne szűrjük meg, hát ez nem Porsche. Tehát házilag vagyunk, tehát mondom, nem az igénytelenség vagyunk, hanem az egyszerűségnek a híve vagyunk, hogy ezt is meg merjük csinálni. Mert fújtjuk mi már udvaron is autót, újságpapírral meg CKM magazinnal kiragasztva, az mégis sikerült, mégis ott volt az öröm benne. Közvetlen fújás előtt fog meg Lészi. Áthúzzuk mézes puncival. Hol a mézes punci? Itt van. Ez egyébként úgy többször is lehet használni. De még nem is nagyon volt használva, úgy érzem. Meg az nem? Ugye? Azért mondom, mert nagyon be van csomagolva. Tartogattam. Igen, tartogattuk erre a dologra. Ez a több fújáshoz is elég. Úgy csomagolom ki, hogy vissza lehessen csomagolni. Egyébként, tehát ez hasznos. Elvözlek egy alig használt maszkut. És a régi szép időkben, akkor még ilyen sem volt, akkor kendő volt. Na már csökkentő. Először mindig az éleket fújjuk meg, a kritikus pontokat, utána meg a teljes felületet.
Most az a dolog következik, amit sokan nem mernek fölvállalni, hogy megmutassák. Én úgy gondolom, egy dolog akkor valódi, hogyha hiteles. Azért merem ezt megmutatni nektek, hogy tanuljatok belőle, és elmondom ennek az okát, hogy jobb legyen. Valaki azt mondja, hogy béna vagy, elfogadom. A másik azt mondja, hogy vagy faszacsávó vagy. Amikor csinálunk valamit, és így nyilvánosságra teszünk minden pillanatot, az van önfelvállalás. Ebben a dologban most felvállalom, hogy elvállalom valamit. Hogy miért is bottam el, azt is megmondom. Gyertek, nézzétek meg! A nagy fújásból nem lesz semmi, mert megfolyt. Ez az oldal megrogyott, a másik oldal csak egy vonalba rogyott meg. A másik oldalt úgy hagyom meg, arra még fújok, meghagyjuk megszáradni, és visszapolírozzuk. Azt is meg fogjuk mutatni, hogy hogy sikerül. Megmutassuk azt az oldalt is, amikor lemossátok, hogy emel megfolyt, hogy mi történik. Nitrohigítóval mostuk le, és a alatta lévő töltő alapozót, illetve az epoxi alapozót is megoldotta a nitrohigító. Mivel kijött a fém, itt mindenféleképpen, tehát tudjátok, a fémre epoxi alapozó megy, a töltő alapozó az megint más. Tehát a fémre epoxi, és úgy rá a töltő alapozó. A töltő alapozó nem jó a fémre, mert annak más a funkciója. Tehát itt most a lemosásnak a nyomait már elkezdtem csiszolni, még kicsit megcsiszolom, hogy száradjon. Rögtön nem tudjátok, mert még nyers a festés, és ilyenkor meghúzom, most már sokkal jobb egyébként, mint előtte volt, kezd megtapadni, és ezt megfújjuk. És akkor van itt az epoxi, tehát ez egy ilyen epoxi, tehát ez a fémre jó. Tehát van egy ilyen spray, ami epoxi alapozó és töltő alapozó is. Mindenféleképpen a fémre az epoxi legyen rajta. Ha sima felületre fújtok ilyen sprayt, az nem baj. De a fémre epoxi legyen rajta. Picit hagyjuk száradni, még rámegyünk egy sorral. Hogyha megfolyt, mert nincs olyan festő, akinek nem folyik meg az ománc. Tehát itt, ebben az esetben egy kicsit elhúztam, nem olyan vészes. Erre még mindenféleképpen fogok fújni, hogy legyen húsa, legyen vastagsága. Amikor ez megszikkad, ebben a dologban szerintem várunk vagy 2-3 napot, ezressel finoman, 1500-2000, 2500-3000, tehát lépcsőnként kéne ezeket tulajdonképpen megcsiszolni. Ha nincsen minden papír, akkor viszont olyan kalszot hagy maga után, csiszolás nyomot hagy maga után, utána pedig polírpasztába fel lehet húzni, de majd erre is vissza fogunk majd térni, hogy lássátok az eredményt. Tehát a tanulópénznek ára van, de viszont valahol el kell kezdeni. Tehát ezeket a hibákat is azért merem megmutatni, hogy ilyennel is találkoztok, akkor nem kell meghalni, fel kell találni magunkat, gyerekek, úgyhogy. Egy kicsit a hőpisztolyjal megmelegítjük, itt fújtunk rá epoxi sprayt, megszáradt hőpisztolyjal, és most 600-as vízpapírral visszapolírozom. Megszáradt annyira, hogy 320-as vízpapírral
egy ilyen puhább, de mégis kemény hungaricél darabbal felcsiszolom. Megszáradt annyira. Igen. És mindjárt megnézzük, hogy milyen lett visszacsiszolva. Ez felett melegítve, átnézzük, és szerintem ez úgy adja magát. Itt pedig megcsiszoljuk, megcsiszoltuk, és megnézzük, hogy milyen lett. Tehát megmutatjuk nektek azt a variációt is, amikor így, így, meg így, amikor lemosva. Viszont, amit még nem mondtam, tehát nyáron az MS 25-ös edző az ideális. Télen a 10-es, meg van az 5-ös a leggyorsabb. Nagy felületet fújni, mindenféleképpen a 25-ös kell, hogy be tudja fogadni a ködöt, a festékködöt. A gyorsavításokhoz a 10-es, kisebb gyorsavításokhoz, ami extra gyors, az 5-ös. Tehát minél kisebb a szám, annál gyorsabb az edző. A következő program volt a mosás, most a szárítás van. És most, mivel ugye a kinti hőmérséklet is 0 fok körül van, bent van, mivel azért jó, azért elviselhető, mennyi van, hogy 15 fok van? 15-16. Igen, tehát annyi van, 15-16 fok van. Most érdemes a kis elemet mindenféleképpen hőpisztollyal felmelegíteni, és megmelegítjük itt ezt, hogy a siker jobb legyen. Újra keverünk festéket, és akkor újra fújunk akkor megint. Az előbbiekből tanulva, ti is tanuljatok ebből a dologból. Szerintem elég hiteles festés lesz most. Hát igen. Most újra nekifutunk, át volt rölve zsítványítóval, mézes puncival áthúzva, most kap egy kis meleget, mivel kis felületet megoldható, mind a két oldalt fölmelegítjük, kevettem festéket, ennyi, fújunk. Volt mosás, szárítás, fújás, most sütés van. Esték sütés. Tanultam az előző esetből, most lájtosabban engedtem rá a festéket. Most, hogy erőhögjetek. Eltelt egy 15 perc. Most megint engedjük rá egy vékony sort. A következő soroknál mindig többet kell várni, mert nagyobb a réteg. Ilyen hideg időben többször vékony sort fújjunk rá, hogy megrodjon újra, mert akkor már nincs több festék. Jövök hamarosan. Következik az utolsó kenet. Kész, már most alakul a dolog.
most itt már ez a dolog már ez így sikerre járt. Itt pedig az elfújó folyadékkal itt megpisztoltam egy picit, mint láttátok, a kis pisztollyal, és akkor így finom lett az is. Amikor megszárad, akkor majd meg kell polírozni. Itt ezt az oldalt is megfújtjuk, ez most már ez a sárvédő elem is úgy érzem, hogy vállalható. Van benne egy pici polszem, még benne nincs. Szerintem itt a háztáji munkában ez a polszem elengedhetetlen. Amikor megszárad, akkor a 1500-as, 2000-es lépcsőbe, vagy három lépcsőbe polipapírral meg kell húzni, utána pedig én általános csiszoló pasztával kicsit meg van húzva, és akkor teljesen tökéletes. Hát itt megmertük mutatni, milyen az, amikor a munkába hiba csúszik. Megmutattuk nektek, hogy hogy tudjuk helyrehozni. Ez a dolog számosokra tanulságos és oktató jellegű volt, akkor úgy érzem, megérte ezt a dolgot is kamerával felvenni, ezt a dolgot fölvállalva, viszont a hibát kijavítva, meg tudtam nektek mutatni. Úgyhogy köszönöm szépen, írhatok most már jót is, rosszat is, nem érdekel finoman fogalmazva, de ha már két embernek tudtam ebben a dologban tanácsot adni, egy kicsit önbizalmat locsolni a lelki világába, hogy otthon álljatok nekik konkrétkodni, akkor úgy érzem, hogy már megérte. További szép napot, kellemes további vasárnapot és magömlést. Ja, fontos a pisztolyelmosás, mert akkor arra is figyelni kell eleget.